Na, hello! Várunk egy kicsit, addig Gilberto megmutatja az új matricát. És ma két autóról fogunk veletek beszélgetni. De addig nézzétek, mekkora nagy királyságunk van itt. Aha. Logó, felirat, céges szponzoráció. Ott dolgozok én. Na! Kezdjük is el. Ilyen finoman. Már vagytok 20-an. Jaj, de jó. Á, tök jó egyébként, mert régen mindig várni kellett. Igen, Gilberto, mutass egy nagy totát, légy szíves. Itt van velem Kolos Padaván. Kicsit fáradtam, de igen, nyomjuk. Már kiszívtuk a vérét. A kérdés a következő, a szituáció a következő. Itt van két autó, amely ugye semmilyen módon nem konkurense egymásnak. Ezt ugye elfogadhatjuk. Viszont ugyanannyiba kerülnek. Tehát valamilyen módon mégis lehet közös dolgot találni. Apa azt mondja, hogy anyukám, az új autónk legyen már egy kicsit ilyen izgalmasabb, léci, hát családi, de mégis tudod, hát azért apa vezeti, szeretném jól érezni magam benne. Apa azt mondja, hogy engedjük el az unalmas Passatot, vegyünk egy klassz Arteont. És akkor anyu mondja, hogy ne, súv, beülni szeretnék, nem leülni, a gyereket mennyivel egyszerűbb kivenni onnan, meg neki lehet nem is tetszik a keret nélküli ablak, és akkor, ja meg hibrid, az jó. Mert azt mondják, hogy az jó, mert az Obi-ban sokan igen, már hibriddel járnak. Vagy plug-in hibriddel, RAV4, ugye? Mert akkor meg Toyota. És így jutunk el oda, hogy ugyanazért az egység árért, amit meg Kolost el fog nektek mondani, ezt a két autót kapjátok. Tényleg ugyanazért a pénzért. Ami 14,5 millió forint. Mondjuk el, hogy mit tud az egyik, és mit tud a másik. Illetve van még egy csavar ebben a mai élőben, ugyanis még a véleményeteket fogjuk kérni arról, hogyha mi lennénk a Volkswagen igazgató tanácsa, akkor hogyan döntenénk annak az autónak a sorsáról. De mielőtt ebbe belekezdünk, akkor gyorsan mondjuk el ezt. Ennek az autónak a kapcsán is van egy extra bónusz kérdésünk. Múlt héten volt nálunk a plug-in hibrid. A RAV4-ből, amely 21 milliós tesztárával egy kicsit borzolta az idegeinket. Ez az autó mennyibe kerül? Ez így az összkerekes változat 14,7 millió. 14,7 millió, ez az összkerekes Black Edition. Így van, jól néz ki. Mondd el, hogy miért Black Edition? Azért Black Edition, mert kap 19 szolos fekete felni, fekete a hűtőmaszk, nem ilyen krómozott, belül is full fekete, igazából ilyen apróságok. Jól néz ki, én adom. A plug-in hibridhez képest, hát jobb vezetni, mert hogy nem dőlögnél annyira. Meglepően normálisan ugrik és nem bőg úgy a motor, amit majd részletesünk az autós moziba, és élhető. Én erre jöttem el, élhető és jól esik az, azt magyaráztam neked is, hogy tudom, hogy amikor tankolok bele benzin, tehát üzemanyagot, akkor mindig a városban 4,5 literre fogok eljárni. Mikor? Ha a pluginemet nem töltöm fel, akkor az több lesz. Oké, tehát azt megállapíthatjuk a mi szempontrendszerünk szerint, hogy a RAV4-esből a hibrid az igazán jó változat. A plug-in hibrid, hát nálunk nem ment át. Ezt azt gondolom, hogy elmondhatjuk. Nem ment át, hiába volt 306 lóerő, ez meg csak 222. Hiába volt akár 75 km-es elektromos hatótáv, ez a jó választás. Az autópályán 7 elejét fogyaszt, városban 4-5-6 között, attól függően, hogy mennyire kenitek. Ezzel az autóval gyakorlatilag a Toyota RAV4 kiteljesedett. Jó? Ez az én meglátásom, és szerintem ez tök egyértelmű. Jó a hajtáslánc, kettőfeles alap benzinmotor. Egészen jól ugrik, nagyon vehemensen mozgatja a karosszériát. Nem bőg, nem zúg, nem nyávog. Nagyon jó, 11 milliótól be lehet ülni egyébként hibridbe. A Black Editionbe 13,9-től? 13,9, ha csak első kerék meghajtással van konfigurálva. És az is 218 lóerő? Így van. Oké. Okay. Picit menjünk át az Arteonra. Az Arteon, ez egy bonyolult dolog. Sajnos ez egy bonyolult dolog. Ezt egy kicsit vissza kell mennünk a múltba. Az Arteon, az valójában ugye ez a hát most luxus Passat, nevezzük így. Az Arteon lényegében azt a szerepet hivatott betölteni, hogy
a vastag pénzű, de Volkswagent venni szándékozó, komoly stílust igénylő embereknek nyújtson egy jó alternatívát. És nem SUV-ban akarni való ülős. Így van. Mert ha stílusa az van, Keret nélküli ablakok, és mint láttátok, ötajtós kialakítás. Ez jó, ez egy nagy autó. Mekkora? Hát 4,8 méternél is hosszabb, 560 liter a csomagtere. Nagy. Praktikus. Jó, ez ilyen jó kis igazi germán. Jól csukódó. Jól csukódik az ez, autó. Ezen elmulatoztuk a forgatás alatt. Ez egy igazi jó kis germán autó, amely tényleg arról szól, hogy megmutatja, hogy a Passatból mit lehet kihozni. Csak hogy. Olyan időket élünk, hogy nem fog az működni, hogy van egy szedán passzátunk, egy kombi passzátunk, van egy Arteonunk és egy Arteon Shooting Brake-ünk, ami hamarosan szintén jön majd hozzá. Nincs olyan, hogy a Volkswagen gyártásban fogja tartani mind a négy modell. Egész egyszerűen a világ nem e felé halad. Tehát a következő kérdésünk felétek. Ha ebből a négyből kéne választani kettőt, melyik kettőt tartanátok meg? Arteon Shooting Brake, azaz a kombi, Passat Sedan vagy Passat kombi? Ez egy nagyon-nagyon fogós kérdés, megmondom miért. Az Arteon 2 millióval drágább, mint az alapjait adó Passat. 12,5-14,5, ugye az Elegance DSG-vel. Tehát 2 millióval drágább, tehát a Volkswagen keres vele pénzt. Viszont ezt a szegmens nem nagyon viszik már. Tehát valahogy optimalizálni kell. Az Arteon legnagyobb problémája az Audi oldaláról jön, méghozzá az A5 Sportback, amely szintén hasonló árképzésű. Tehát a következő gondolat. Ugyanannyi pénzért veszel kb. Egy kisebb, picit kompaktabb, de hasonlóan komoly stílussal rendelkező, megint megmutatom, Audit, vagy veszel egy kicsit nagyobb, egy kicsit praktikusabb, egy kicsit jobban felszerelt Volkswagen. Ez sokaknál már a márkánál eldől. Tehát nagyon sokaknál eldől az, hogy Audi versus Volkswagen. Viszont akkor a dilemmát, hogy kicsit kiboncolgassuk. A dilemma a következő. Te vagy a Volkswagen vezérigazgatóságában ülő elnökségi tag, és azt mondják neked, hogy eredményeket kéne produkálni. Tudjuk, hogy Tiguan-t kellett volna hoznunk, nem összehasonlított tesztelni, és megmutatunk nektek két autót, jó? Ez nem összehasonlított teszt, engedjétek el. Amúgy majd jön hozzánk. Jön a Tiguan? Igen? Jó? Jön hozzánk. Jó, tehát ez nem összehasonlított, ez két azonos áru autónak a megmutatása, jó? Tehát a Volkswagen azt mondja, most játszunk, jó? Ez egy kitaláció. Pénzt kéne keresni. Az Arteonnal keresünk pénzt. Ah, az jó. A Passattal nem nagyon keresünk pénzt. De az meg a Passat. A Passat kombi az kell, mert a Passat kombi az kell. Az egyértelmű. Az van, az egy német klasszikus céges autó. De kell a négy ajtós, mikor itt van ebből az öt ajtós. Igen. És én azt gondolom, hogy ez komoly dilemma. Dobjuk-e ki az Arteon családot, és ne keressünk pénzt? Vagy dobjuk-e ki a Passat családot, és keressünk pénzt, de az emberek akkor hiányolni fogják valószínűleg a Passatot, aminek azért hiszem 74 óta, ugye Golfot 74-es a Passat, az 76-os, mindegy. Rengeteget adtak el, bőven több milliót, tehát rengeteg. 30 millió. Szóval ez egy nagyon kemény probléma, mutasd a belsejét meg, Gil. Nagyon kemény probléma, hogy mit tartsanak bent, az biztos, hogy ez a négy nem fog bennmaradni. Tehát az a kérdésem felétek, hogy például ti hogy tartanátok meg a Model Mix-et? Passat Sedan, Passat kombi, Arteon kombi vagy Shooting Brake. A négyből kettő maradhat. Az én megoldásom az lenne, hogy legyen Arteon, és legyen Passat kombi, és esetleg, hogy megoldjuk a név problémát, nevezzük át az Arteon Passatnak. Azért indíts be, megmutatjuk akkor a LED-csíkot elől. Ah, ja igen, na, szóval érted? Olyan jól néz ki. Ugye? Kolos, így néz kérdéseket, mert abban maradtunk, hogy ő nézi a kérdéseket. A kommentek jönnek. Kérdés nem. Na, nézd, érdemes ezt előről megnézni. Tehát ez azért nagyon rendben van, és nézd. Ez is itt világít. Ugye korábban a Volkswagen csoport úgy volt vele, hogy csináld egyszer egy Phaetont, ami még a Ferdinand Piëf-nek volt az agylövése, ami pénz nem számít
dolog volt, tehát a fejlesztésére minden pénzt eltöltöttek, és volt a CC, ami ugye a Passatnak volt a kupé változata, és ezek kellettek, mert meg akartam mutatni a piáknak. Most a Phaeton az ugye elpusztult, a CC egyébként nem. És a CC-nek lett ugye valamilyen szintű utódja az altam. Tehát ez kiadja, igény az biztos van rá, és elfele pénzt kérdezik. Ami nem utolsó szempont. Neked mi a sorrendet, hogy mi maradna és mi menne? Nálam maradna a Shooting Break Artel valószínűleg menne, uh-huh. maradna a Passat kombi, és maradna ez. Uh-huh. Ha kettőnek kell menni. Igen. Igen, ez egy ilyen viszonylag legjobb. Milyen vezetni az Arteont? Jó. A konkrét... Add majd, hagyd nézem meg a kommenteket. A komment azt mondják, hogy Tiguan. De most ez nem Tiguan. Nem összehasonlító, hanem csak ez van most nálunk. 150 lóerős. A tesztautó. Én városba tök elég, és még tök jól ugrik ilyen sportmódba. Pályán jön ki az, hogy a 190, vagy pontosabban a 200 lóerős, mert a Passatban az egy 190 lóerős 2 literes dízel, ebben pedig 200. Az jobban megindulna ott 110 körül, ennyi, tök oké, eljel lehet vele járni. Elmeséljük majd az autós moziban az összes motorvariáns, tök jól néz ki. Jól néz ki? Azt kérdezik, hogy mi az ára. Mi az ára? Ez az autó, ami itt áll, 14,5 millió forint körül van. Az a poénja annak, hogy ezt a kettőt mutatjuk nektek, hogy egyrészt ez a kettő van nálunk, mert azért nálunk sincsen mindig az összes autó a világon, és ugyanannyiba kerül. Tehát igen. Csak azért hoztuk ide, mert ugyanannyiba kerül. Belül milyen különbségek vannak a Passat? Hát figyelj, nem sok. Szélesen belül az Arteon. Az Arteon széles, egyébként javaslom innen, ha belenézek Gilbert, akkor látod, hogy a segge, hogy az a segge, azt azért simogatnád, ugye? Azt bevinnéd az ágyba. Tehát az egy Jennifer Lopez popó. Tehát ez olyan, hogy erre... Az Arteon valójában tényleg a jó kinéző Passat. És az a baj a Passattal, hogy nagyon, nagyon polarizál meg a Volkswagen is. És Passatot nagyon sokan nem szeretik, mert unalmas, meg már 40 éve úgy néz ki, lassan már 45 éve, meg 50 éve ugyanúgy néz ki. És az Arteon az izgalmat hozta el. Tehát az Arteonnak pont az a lényege, hogy kimozdítsa a komfortzónájából a Passatot. És ezt meg tudja csinálni. Úgyhogy jó ez a vonal, szerintem folyamatosan törik a fejüket, hogy mi a tökömet csináljunk. Mert nem lehet az, hogy egy új név lenyomjon egy Passatot. Tehát akkor ezt át kell nevezni. Tehát nincs könnyű dolga egyébként a Volkswagennek. Gyere, üljünk be! Olyan jól néz ki, mikor így kinyitod az ajtót. És hatalmas, és vezeték nélküli a CarPlay benne, digitális a műszerfal, DSG-vel szerel, csak DSG-vel kapható. Ami kicsit lusta, egy kicsit... Nem mondom, hogy ügyetlen, de ne semmi szenzáció. Volt gyorsabb, és ez érdekes, hogy régebben... Nekem is úgy rémlik, hogy volt gyorsabb. Tudod, mi lehet az oka? Környezetvédelmi előírások. Hát igen, így nem... Valószínűleg nem CO. Lehet annyira. Nem lehet annyira fickós. Ez egy utazó autó, jó? Tehát nem mozog jól. Nem mozog annyira jól. Tök semlegesen mozog. Tehát ilyen semmilyen. De mégis, például ha tehetném, én ezt venném a Passatra. Hát igen, te ezt mondtad. Én pedig nagyon elégedett voltam a... Tavaly volt nálunk egy tavaly Passat, az is airline volt. Annak adaptív lengéscsillapítója volt. Lehet ez varázsolt el engem ezzel szemben. Lehet ez adaptív lengéscsillapítóval, ez is fixkosabb lenne. Nekem bőven elég lenne a Passat, de hát jó, hogy nem vagyok a célközönség. De értem, téged megvesz az, hogy ilyen. Igen, és azért még egy dolgot ne felejtsünk el. Lehet, hogy 2 millióval drágább, de amikor eladod, uh-huh. akkor is többet fog érni. Tehát valójában nem buksz rajta kettőt, lehet, hogy csak egyet. Viszont megint jön a kérdés, hogy akkor miért ne Audi? Mert az kisebb, ami ugyanez. Igen. Na, még egy pillanat, akkor ravozzunk, jó? A RAV4, ugye ha ez anya választása, ez meg apa választása, akkor nyilván mindig meghajlunk a nők akarata előtt, tehát akkor valószínűleg ez lenne a megoldás, mert hát ebbe aztán elfér a gyerek, kutya, meg minden ebből. Ez a Black Edition. A világ legnépszerűbb SUV-ja. Ugye ezt állítja a Toyota, a Honda ugyanezt mondja a CR-V-ről. Igen. Összeállt a RAV4. A RAV4-je nekem egyetlen egy bajom van. És ezt többször elmondtam, vállalom, hogy borzasztó középszerű a minősége nekem. Ami nem ilyen sznobizmus, meg ilyen huncutság. Egyszerűen nem érzed az ujjad végén azt, hogy ez egy tényleg annyira jó autó, egyébként amilyen jó autó. Korábban volt nekem, mire mondtam, várjál, a Citroennél volt a DS5, hogyha fel olyan jó autó lenne, mint ahogy kinéz, akkor világverő lenne. Úgyhogy, viszont fejet kell hajtani, a hibrid rendszer összeért. 97 óta reszelgeti,
és összeért. A Toyota megcsinálta. Van benne hely, hátul is. Modern. Nekem volt egy kattanásom a navigációs rendszerrel, azt is kijavították, most nem megyek bele mi volt, de azt is kijavították. És megérkezett, és valóban takarékos. Ezt nem lehet elvenni tőle, hogy valóban takarékos. Mert ezek az autók, aki egy ilyen autót vesz, az takarékoskodni akar, és gondatlanságot akar. És ebben... Ez 100%-ig igaz. Ebben megvan. Tehát az a helyzet, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy Akio Toyoda, aki vezeti ezt a koncernt, az egy... Múltkor egy kicsit ki is fakadt, hogy de most nem akarok ebbe belevenni, hogy megint egy kicsit elcseszi a világa itt, hogy melyik irányt kell fölvenni. Egyetértek abban, hogy ezeket a hibrideket igényelni ma a világ. Nem is megyek mélyebben bele, mert ez egy másik műsor, és ilyen műsorunk már volt, de az igaz, hát ha egy ekkora autó városban 5 literre el tud közlekedni. Igen, akkor miért ne ez? Akkor, értitek, akkor ezeket nem kell kigyűlölni a világból. Az, hogy ez dízel... És csatoljam hozzá, hogy ez pedig autópályán komolyabb tempónál is szerintem 6 liter. 6 és fél. Tehát ezek nagyon takarékos autók. Ez viszont dízel. Ami... Nem városba való, de mindenkinek megvan a maga helye, és én bennem is ez van, kicsit így szívemből, hogy miért kell ezeket 4-5 éven belül totál elkaszálni. Hát, igen. Ki fog derülni, mi lesz? Igen, ki fog derülni, mi lesz? Ez egy másik program, ebben nem menjünk bele. Jó, szerintem még egyszer járjuk őket körbe. Egyébként tök érdekes, a Black Editionben vannak kék, meg zöld, meg ezüst színű érdekes, kis igen. Fémrészecskék. Kérdezzetek még, amire esetleg kíváncsiak vagytok, és én itt nézem a kommenteket. Gilbert, ott még kicsit, akkor így megmutogatod őket, és ha van kérdés, akkor megválaszoljuk. Ja. És ha látják az utakon azt a plakettet, neked, Gilbert, bármi pozitív, negatív hozzálátás, belátás, kilátás? ez egy nagyon jó kérdés. Ha kettő közül kell választani, akkor egyértelműen a jobb oldali autó. Melyik rendezői jobb, vagy a nekem jobb? A te bal oldalad. Ez Gilbert választása. Kolos? Így van. Kolos, ez Kolos választása. Gábor választása. Az asszony. Van egy Toyota rajongó vendégünk, ő nyilván a Toyotát választaná. De én... Nem versenytársak, nem azért tettük. Tudod, mi a durva? A két autónak a maradványértékét mondjuk 4 év 160 000 kilométerrel összenéznéd. Hát a Toyota nem sokkal. Ez még lehet, most a hasamra ütök, 4 évesen ez még lehet, hogy ilyen 7,5 millió, akkor már 4 millió környékén. Kíváncsiak lennének a RAV4 valós fogyasztására. Meg tudjuk nektek mondani. 2-es liter, városban 4-5 attól függ, hogy használom. Hát én a 4-ben nem hiszek, én most város... csináltam. De Kolos csinálta. Én most 4-2-ben látom. Pályán 7 körüli, de nem is az a lényeg. Egyébként ez lényeges, bocsánat, ez fontos dolog, hanem az, hogy lenyomod a gázpedált és megindul. És ezt nem tudták régen a Toyoták. Kifejezetten nem tudták. Nagyon bénák voltak régen. Még belülről kicsit még megmutatod a nézőinknek? Hogyne. Elfáradtál már? Nem, csak folyton beszéltek, és nem merlek itt hagyni titeket. Ja. Mert akkor nem lesz hang. Na, tessék. Így. Szóval így néz ki a RAV4. Nagyon szépen becsillan a nap. Ezt a szeretet. Ez a lencse reflektálódás. Jó, nem. Jó. Azért azt szeretném elmondani, hogy a tokiói kerületi gimnáziumi programozó versenyen ennél valószínűleg jobb fedélzeti rendszert írnának a Toyotának, úgyhogy szerintem keressék. Szervezet. Van egy 12 éves gyerek, igen. Nyomájá. Igen, csak rákapcsolódik, úgyhogy ki is lövöm. Nyomájá. Igen, mert rámegy a Bluetooth-ra. Úgyhogy javaslom a Toyotának, hogy egyeztessenek a tokiói középiskolások szövetségével, hogy egy ilyet azt azért egy 16 éves gyerek picit ügyesebben egy programozói vénával ilyen 2021 környéki szintre azért le tudna programozni. Lehet használni, de az. Na.
nincsen olyan sok kérdés, hozzá szólás van, tehát kérdés nem csak volt. Egyébként itt jött egy komment, hogy szerinte nem fogyaszt ez 4-5-öt. Képzeljétek el, hogy a Camry, vegyes használatban fogyasztott nekem 5 elejét. Vegyesben. Tehát a városban. De ez vegyes volt. Tehát a városban el tudom képzelni azt, hogy 4-essel kezdődjön. Tényleg, tehát benültem. Na, ennyi. Jó, ebbe is nézél be, és aztán majd utána... Majd ez az ajtó. Ez zseniális, ez az ajtó, igen. Az a durva egyébként, hogy fölmentek az autóárak. Tehát igazából ebben kell egy kicsit elgondolkozni, hogy szerintem tavalyi évhez képest a RAV4 is egy milliót biztos drágul. Legalább, lehet többet is. Na, menjünk haza. Azt kérdezzük, hogy megbízhatóság vagy szerviz? Miért, melyiket választjuk? Megbízhatóság, milyen szerviz, járás, vajon melyik? Toyota. Ezek előnyei. Anyának jobban tetszeni fog, praktikusabb, ez összkerékhajtású, ezt azért ne hagyjuk ki. Biztos, hogy sokszor kell, sokkal jobb a maradványértéke, és valószínűleg, sőt, mondjuk ezt is ki, megbízható. Úgyhogy ez nyeri azt a büdzsét, ami erről szól, meg a praktikumról. Ő meg a szív inkább. Ez a szív, így van. Ez a szív büdzsét nyeri, meg azt, hogy különbözni szeretnék egy picit. Szeretném magamat jobban kifejezni, hisz egyébként egy Passat ugyanezt tudja, nyilván. Arteon hátsó ülésre huppany már be, csak hogy mutassuk. Arteon hátsó ülésre huppanjak be. Akkor beuppanak az első, hogy beállítsam. Hát nagyon hátra van tolva, de igen. Azért, hogy beállítom, hogy utaznék én. Húzogatós. Na, mondjuk így utazom így, oké, az első ülésen. Magas vagyok. Ez itt majdnem szuper, csak mondom. A fejem fölött pedig még egy, mennyi? Ez 5 centi gil? Hát van az 6 is. Jó. Tehát lábtér nagyon oké, fejtér van, és úgy, hogy ebben tetőablak van. Tehát hátulra ide megérkezik még a tetőablak. Valaki szerint a RAV4 túl sokat eszik, a 7 liter kicsit sok a hibridhez képest. Nem, az tök jó, nem? Hát pont egy ekkora kaszni tolni, hogy halad, megy, tolja, az autópálya. Igen, tehát autópálya mondjuk a hetet. A 7 liter az autópálya. És ezt egy sima benzines Kia Sportage, vagy ennek a benzinese, az hát 9-10 a hajtod neki pályán? Hát az pályán, megpakolva? Hát 10 föl is. De mindegy, ezen ne akadjunk ki, 7 liter nem rossz. Na, nagyon jó. Autópályás fogyasztás, egy ekkora autónál szokom rossz. És a városban a hibrideknek az az érdekessége, képzeljétek el, hogy tudnak olyat csinálni, hogy mondjuk a városi közlekedés körülbelül felét elektromosan. Igen, és már annyira hatékony a rekuperáció. A Priusban volt egy olyan menüpont, ami megmutatta, hogy meddig, vagy mennyit ment elektromosan az adott útszakaszon. Biztos, hát ebben is ilyen kikeres. Nem találtam, de mindegy, és ilyen 60%-ok is volt. De 70. Aha. Jó, szerintem péntek este igen. Van, mindjárt 5 óra. Már bezárt a tampája, köszönjük Rupam a tampája, már egy órája bezárt, már mindenki úgy van vele, hogy húzzatok már innen a vérbe. Búcsúzás? Búcsúzás. Köszönjük, hogy itt voltatok, mind a kettő autóról jön egy részletesebb autós mozi. Ez most csak egy ilyen... Gyorsan megjött egy kérdés, ezt itt megválaszolom. Hétvégén felvezet is. Tucson új hibrid mennyit fogyaszt? Többet evett alattam, mint a RAV4. Azt kell azért ahhoz tudni, hogy ott egy 1,6 literes turbós benzines a belső égésű része, és ez pályán alattam 8-9-et evett. Igen. Úgy emlékszem. Hidegebb volt, mint most, de kb. Ott a kisebb benzines turbós motor jobban erőlködött az emelkedőkön, és ezáltal alattam többet evett ugye. Egy kb. 2 liter. Meg hát ugye turbós motor, ugye ott... Ezek más karakterek, tehát ebben azt kell tudni, hogy a Toyota abban zseniális, hogy marad a szívó motornál, marad az ECVT váltónál, és inkább addig reszeli, amíg tökéletes nem lesz. És ezért
Komolyan mondom, tehát ezért óriási dicséret illeti őket, hogy nem álltak le, nem hajlottak meg. Ne, ezt végig csináljuk, és végig is csinálták. És mára ez a jó. És az, hogy egy Camry-be is ettől fogyaszt mondjuk egy-másfél literrel kevesebbet, az, hogy egy Corollában, mert nem tudom, ilyen vicc kategória. Tehát, hogy na, ezek mellett a plug-in hibridnek mi értelme, ugye? Persze, tudjuk, hogy mi értelme van, csak így ilyen költő. De ha nem töltöd, akkor tényleg mi értelme? Akkor nem töltöd, akkor nincs értelme. Na jó, szavaztok. Búcsúzunk, jók lehetek. Jó hétvégét. Így. Szavaztok, aloha.